Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Szép jó reggelt kívánok, mondhatnám fő tanácsadója. Akkor kezdjük a biztonsággal. Amerikában választások voltak, Isten segítségével kiderült, hogy a halottak jól szavaztak, vagy nem jól szavaztak, de tegyük félre a viccet. Azt mondta a megválasztott elnök, illetve a leendő elnök, hogy a kerítéseket lebontja, akik már Amerikában vannak, azokat legalizálja, akik a kerítésen túl vannak, azokat beengedi. Ez több százezer ember, meg nem erősített hírek szerint több mint 300 000 ember van a kerítések mellett. És egy olyan mondatot is mondtak, amitől így nem kaptam hirtelen levegőt, hogy a papír nélkülieket is legalizálják. Hogy lehet egy bevándorlót, akinek nincsenek semmiféle papírjai, legalizálni? Ezek mind jó kérdések, bár hozzá szeretném tenni, hogy igazán még nem alakult meg a kormány, és kormány, az európai értelembe vett kormány program sincs még világosan körvonalazódva, és még csak éppen elkezdte a jövendőbeli adminisztráció pontos pozícióba tervezett embereinek a megnevezését, így a külügyminiszter jelölt, aztán a nemzetbiztonsági főtanácsadó és más. De már a világos, hogy a kubai származású belügyminiszter lesz, hát ő biztos. Tehát azért fokozatosan majd megmondja a csúcs embereket, a minisztereket, főtanácsadót, és aztán utána majd szépen elkezdenek ugye az államtitkárok, meg helyettes államtitkárok, főszervezők is kialakulni, és hát nyilván majd ennek menetében azért körvonalazódnak a legfontosabb politikai döntések és azok sorrendje, mikéntje. Ami a migrációt illeti, ott valóban elhangzott egy olyan kijelentés, hogy átveszi a kormányzást, akkor legkésőbb jövő év tavaszáig 12 millió illegális bevándorlónak, aki Amerikai Egyesült Államokban pillanatnyilag tartózkodik. El tudja képzelni, segítsük a nézőknek, hogy mit jelent 12 millió ember? Hát, az egy Magyarország. Hát jóval több, mint magyar lakosság száma. És ugye ez a 12 millió, ez meg erősen csak becsült adat, mert ugye éppen azért illegálisak, mert nem mentek el a rendőrséghez jelentkezni, hogy itt vagyok. Ő nekik nem csak tartózkodási engedélyt ígért, hanem állampolgárságot is. Az állampolgár az arról ismerszik meg, hogy mindazon jogok és kötelezettségek egészével rendelkezik, amely ott születette, vagy később megszerzett állampolgárság révén, tehát választójog, egészségügyi ellátáshoz való jog, stb. Itt főleg a választójog nagy kérdés. Akkor bebetonozza magát, ha bár már idős ahhoz, 12, hogy még egyszer induljon. Hát a demokrata párt azért eléggé lelkes, és hát van ott alelnökként is azért olyan, aki szóba jöhet majd. De minden esetre lényeg az, hogy ez az egyik, amit már bejelentett, hogy aztán majd a mexikói határon majd mi fog történni. Folytatódik-e a kerítésépítés? Visszabontják-e a kiépített kerítéseket? Mi fog történni az újonnan Dél- és Latin-Amerikából útba induló százezrekkel és milliókkal, akik esetleg most úgy gondolják, hogy itt az idő, hogy az Egyesült Államokba menjenek? Ezt majd az idő megmutatja, és aztán nyilván ez majd befolyása lesz aztán az Egyesült Államok politikájára is. Vagy ugyanez a helyzet az Iránnal kapcsolatos politikájukkal, vagy ugyanez a helyzet a NATO-val való kapcsolatban, vagy már bejelentette, hogy bizonyos nemzetközi szervezetekbe visszalép, ahonnan egyébként a Trump kormány kilépett. De ezek még pillanatnyilag mind csak az hangsúlyozzák, hogy mibe akar változtatni a jelenlegi kormányzat tevékenységén. Aztán mire majd a megvalósításig jutunk, az még sok idő eltelik, és az apparátusnak abban nagyon komoly szerepe lesz. Most az apparátus alatt nyilván a minisztereket, államtitkárokat. Amikor azt mondjuk, hogy apparátus, akkor a napnál világosabb, hogy Trumpnak 4 év alatt nem sikerült a külügyminisztériumot maga alá rendelni. Tehát, mintha ott az apparátus. Én régen úgy gondoltam, hogy Amerikában az államtitkárok, hogyha rendszerváltás van, illetve elnökváltás van, és ők nem kedveltek, akkor visszamennek az egyetemre tanítani. De hát azóta már sok mindent gondoltam Amerikáról, ami nem vált be a nagy demokrácia exportőrökről, de nagyon szeretjük őket így is, ahogy vannak. De
Trumpnak nem sikerült például a külügyet maga mellé állítani 4 évig. Hát ő ugye külügyminisztert is cserélt, és voltak ott változások, de ezzel együtt is nyilvánvalóan, hogy egy világpolitikát alakító szuperhatalomról beszélünk, amelynek szinte áttekinthetetlen érdekeltségei és érdekei érvényesítéséről van szó a világ legkülönfélébb pontjain, akár Kínával, Iránnal, Európával, szóval nagyon sok. És bizonyos változások megfigyelhetők, történtek, nagykövetek cseréjével az apparátus csúcsain új emberek jelentek meg, de nyilván az apparátus lecserélni azt soha nem lehet sehol se különben. Épp ezért a dolgoknak a menete, az egyes jogszabálytervezetek előkészítése, annak konkrét tartalma, abban a politikai akaratnak a megjelenítése, ez bizony nem egy egyszerű kérdés. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem bárhol máshol is. Én értem, hogy terroristákból is lesznek békeharcosok, aztán béke Nobel-díjasok. Na de hát, hogyha az Amerikai Egyesült Államok úgy döntött az elmúlt 4 évben, hogy terrorállamból nem engednek be embereket. Most viszont a leendő új elnök már kora hajnalban bejelentette, hogy természetesen ez canceled, és everybody welcome, mindenki, aki akar jönni hozzánk, az jöhet. Ez nem kicsit a német kancellárra? Szóval az igazság, hogy a magyar kormány azt a álláspontot képviseli ezekben a kérdésekben, amit itt most érintett, hogy ez az ő belügyük, igazániból nem szeretnénk mi okosabbnak lenni, mint az Egyesült Államokban a politikai elit, nem szeretnénk ő helyettük döntéseket hozni. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben van egy kormányzat, amit a lakosság többsége, most az Egyesült Államokban ez egy sajátos választási rendszer van ugyan, de mégis csak a többség megválasztott, akkor ez azért mégiscsak az ő politikájuk. Igen, önnek teljesen igaza van, de ugyanakkor, amikor... De Európában is így vagyunk, tehát hogy mi nem nagyon szeretnénk beleavatkozni most a Svájc, vagy mit csinál Németország, vagy Ausztria, viszont egy viszont biztos, hogy a magyar érdekeket azt legmesszebb menőkig konzekvensen érvényesítik. Önnek maximálisan igaza van, nem csak azért, mert ön egy tanult jogász, de mikor olvasott ön a tankönyveibe olyat, hogy egy keresztény templomba megszabadítják az ember fejét a testétől, pedig csak imádkozni ment oda. Tehát olyan dolgok történnek, amire soha nem számítottunk. Azt már majdnem megtanultuk, hogy ha zsidó vagy, akkor tessék vigyázni, mert utolér nem csak a politikai antiszemitizmus, hanem a tetlegesség is. De idáig nem volt divat keresztény templomokba bemenni, és ott ilyen cselekményeket. Tehát én ezt arra szeretném fölfűzni, hogyha a terroristákat is beengedik. Anglia ugye elengedték az Európai Unióból, aki a biztonságnak egy biztos köve volt az együttműködésnek, a szervezetek együttműködésének. Akkor mi lesz Európában? Nézze, egy bonyolult helyzet alakult ki Európában, amelyben vannak olyan jelenségek, amelyet józanul mérlegelve nem nagyon tudunk hova tenni. Most vegyük például Soros Györgyöt, aki 2015-ben meghirdette, hogy évente 1 millió migránst kell beengedni, mert erre van szüksége a magyar nemzetgazdaságnak. De nem választotta meg senki. És azt is magának meghirdette a fürdőszobába? Azt is meghirdette, hogy aki pedig ezt nem hajtja végre, azoknak nem szabad adni pénzt. Ez 2015-ben. És ma oda jutottunk, hogy 2020-ban az Európai Unió parlamentje fölrúgva egyébként az Európa Tanács, tehát az állam és kormányfők tanácsának a nagyon nehezen létrehozott kompromisszumát, ma a jogállamiság elnevezés mögött be akar hozni olyan megoldásokat, amelyek ide vezethetők vissza, ki akarják mondani, hogy költségvetési támogatás, pénzt csak az kaphat, aki jogállam, jogállam pedig az, aki bevándorlókat beenged az országba, és nem próbálja a határait védeni. Ez egy egészen abszurd, szerintem az európai lakosság érdekeivel ellentétes politikai folyamat, és nagyon bízunk abba, hogy a most folyó intenzív tárgyalások során ebben a meggondolatlan és a pénzügyi és a politikai ideológiai vitákat összekapcsolni szándékozó akaratot sikerül majd megváltoztatni. De ön percekkel ezelőtt a szuverenitásról beszélt. Egy nemzetállam eldönti saját maga mindenféle, tehát hogyha az alapszerződést vesszük elő, akkor a nemzetállamnak a jogrendszere felülírja az Európai Uniós bármiket.
Tehát egy nemzetállamnak nem lehet megmondani, hogy kit fog beengedni, vagy kit nem fog beengedni. A fő kérdés nem itt kezdődik, bár ez is egy nagyon fontos megközelítés, hanem az, hogy egy ember, aki amerikai és magyar kettős állampolgár, aki óriási vagyonbirtokosa, hogyan képes a szervezeti hálózatát működtetve az akaratát az európai politikai döntéshozók számára azokon keresztül érvényesíteni. Ez egy nagyon nagy kérdés, amire kevesen tudják ma a választ. Ez egy piramisjáték. Minden esetre mi úgy gondoljuk, hogy a jogállamnak a kritériumai között nem szerepel első helyen, hogy csak az a jogállam, aki beengedi a bevándorlókat, és az európai kultúra, ezenben a zsidó-keresztény kultúra védelme, a nemzeti érdekek biztosítása, a lakosság védelme érdekében a magyar kormány legmesszebben őkig kiáll ezek mellett, az általa vallott értékek mellett, és ellenáll minden olyan törekvésnek, amelyik bevándorló országgá akarják alakítani például Magyarországot, vagy azt akarják, hogy mindenfajta döntést Brüsszelbe hozzanak meg. Erre volt kijelentés, amit aztán utána nagyon tárgyaltak, hogy olyan döntések zajlanak, egyre jobban hasonlít a Szovjetunióhoz, és akkor volt rá válasz, hogy persze, de ottan megöltek egy csomó embert. Én nem egészen erre gondoltunk, bár ez is igaz, hanem arra, hogy az egy központból való irányítás, a nemzetállamok, a nemzeti kultúrák, a nemzeti történelem, a vallás, a semmibevétele egy ilyen homogénitását vesztett bevándorló konglomerátum létrehozása a kudarcra fog vezetni, mint ahogy ezt az európai történelemben mindenfajta birodalmi törekvésnél már többször láttam. De hogyha megnézzük, hogy a római paktum, a közös piac megalakulása, az tulajdonképpen egy gazdasági szervezet volt. Ha odafigyeltünk tegnap a lengyel vezetőnek a mondataira, akkor ő nagyon világosan, bár lengyelül én még mindig nem tudok, sok kérdőjel van, de figyeltem a szinkrontolmácsolást, meg figyeltem azért a lengyel szöveget is, azt mondta, hogy ez egy gazdasági együttműködésről van szó. Tehát gondolom ő arra gondolt, hogy a nemzetek nem adják föl a saját elképzeléseiket, és ő akkor, amikor megvétózza, akkor mindenkiért vétózza meg, hogy megvédje más nemzeteknek is. A jogállam azért mégiscsak ott kezdődne, hogy az Európai Uniónak van egy alapszerződése, amely pontosan lerögzíti például a jogszabály sértő cselekmények esetén a követendő eljárásrendet is. Azt is megmondja, hogy ennek az alapszerződésnek a módosítása milyen eljárásrendben, milyen szavazása, hogyan módosítható. Csak kijön ebből a jogász. Most ez kicselezni. Tehát, hogy azt mondani, hogy jó, de ezt a jogállamisági záradékot itt elfogadjuk, ehhez elég a többségi szavazás, és aztán utána már hiába jönnek majd, ahol vétózni lehet. Ez egy nagyon furcsa, de nem első esetben előforduló döntési eljárás. Emlékezzenek rá vissza, amikor az állam és kormányfők kimondták, hogy nem fogadunk be migránsokat, csak elosztás, csak önkéntes alapon történhet, és utána bevitték a belügyminiszterek tanács elé, ahol viszont megszavazták, hogy de mégiscsak lehet, mert ott nem kellett egyhangúság. Ezek a taktikázások, ezek a cselezések, ezek nem a jogállamiság jellemzői, és nagyon bízok abban, hogy a józanság, a gazdasági szükségszerűségek és az együttműködési készség és szükséglet Európa jövőbeli gazdasági társadalmi pozíciónak a védelme érdekében talán józan megoldásra vezeti az Európai Unió tagállamait. Ugyan időnk mindjárt lejár, de ugye ő nem emlékszik még az utópistákra. Tehát azok a kommunisták, akik Franciaországba gondolták el a kommunizmus létrehozását, végül is a kutyájuk kísérte ki őket a temetőbe, mert minden pénzüket föladtak egy eszmére. Így elképzelhető, hogy a sorosizmusnak is egyszer csak vége lesz. Meg zárójelben megjegyzem, hogy ahogy Rákosira, meg Számuelire, meg Kunbélára nem az volt jellemző, hogy zsinagógákba jártak és imádkoztak, annak születtek, de olyan távol voltak a vallásuktól, mint Makkó, Jeruzsálem. Tehát nem véletlen, hogy ugyanez a Soros Izraelben nem egy közkedvelt ember, és ott nem tud beleszólni semmibe. Próbálkozott, támogatta az arab-izraeli kommunista pártot, aztán lehet, hogy már azoknak se kellett. Tehát nem kell ennek azért olyan komolyan bedőlni, úgy látszik, hogy sokan vannak a fizetési listáján. Minden esetre nagy eleganciával fogadják, de próbáljunk mi elmenni.
fogjunk össze és menjünk el, megnézzük, hogy fognak-e fogadni minket ilyen magas szinten. De mindennek van határa, tehát minden lúdvalom egy idő után kipukk. Ezért emeltünk vétót, hogy ezt a folyamatot megállítsuk még időbe. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját látták és hallották. Itt folytatjuk legközelebb, legyen kellemes hét, békés hétvégéje. Köszönöm. És nyugtasson meg minket, hogy azért, mert a terroristákat Amerikába is beengedik, azok nem első útjuk ide fog vezetni, illetve mi eléggé résen vagyunk. Hogy... Résen vagyunk, ezt lehet mondani. Figyelünk, és igyekszünk minden szükséges és hasznos lépést kellő időben megtenni a magyar biztonság garantálása érdekében. Ez annyit jelent, hogy a templomainkba is figyelni fogunk, így hogy imádkozni megyünk oda, de hogy élve ki is jöjjünk onnét. Köszönöm a biztatást. Én is köszönöm. Előzetesek és jövünk, visszatartsanak velünk.